Emir, te aludtál? Ott vagy mi? Később visszahívlak. Emir! Olyan, mint egy csatatér. Még a dohányzóasztal is eltört. Megáll az ész. Nézd, gőzöm. Ha te tudsz valamit, akkor... Nem, anya, honnan tudnék? Gőzöm, ha tudsz valamit, és nem mondod el. Ha van valami Feriá és a között a fiú között a tízes lakásból, én esküszöm, eltöröm mindkettőtök csontjait. Mondtam, hogy nem tudok semmit. Vedd fel a telefont. Halló? Szia, gőzöm. Vera! Anya! Anya! Édesem, kicsikém, drága kislányom, de jó hallani a hangodat. Kislányom! Hogy vagy, anya? Édesem, mi történt? Semmi, anya, csak hiányoztál. Édesem, jól vagy? Halló? Nagyon hiányoztál. Minden rendben, kislányom. Jól vagyok, indulok a suliba. Hatice és Gőzöm itt vannak velünk. Jól vagyok. Jó, jó. Mehmet ott van. Most jött be. Mehmet, anya az. Kislányom, ugye tényleg nincs baj? Anyukádat, nincs, anya, nincs nem, semmi nem baj. Nem kell tudnia a verekedésről. Anya. Mehmet, annyira hiányzott a hangod, kicsim. Emir, nem kellene ezt összevarni, elég csúnyán néz ki. Jansu, elmennél kell. Persze. Amúgy is menni készültem. Csak... Jansu, ne aggódj, itt leszek vele. Oké. Okay. De ha kell valami, csak szóljanak. Van egy csomó fájdalomcsillapítónk és gyógyszerünk. Köszi, Jansu. Anya, te is. Nem. Nem megyek sehová, amíg meg nem tudom, ki volt az az állat, aki ezt tette veled. El kell mondanod, mi történt, Emir. Különben tudod, mit fogok csinálni? Én magam megyek le. Elég már, verekedtem, ennyi! Aiszun asszony. Jöjjön vissza később. Most nem alkalmas. Rendben. Ahogy a fiam óhajtja. De kezd elfogyni a türelmem. Nem tudom, hogy kezeljem ezt a helyzetet. Nem tudom, mi van veled, de ez már nem az én kisfiam. Mi történt a dohányzó asztallal? Jaj, apus! Csak ügyetlen voltam. Miközben pakoláztam, egyszer csak belerúgtam és kitörött a lába. Biztos nem történne ilyesmi, ha a fiúk apus cégéből segítenének nekünk a cipekedésben, ugye? Hát akkor meg kell ragasztani. Rendben, apa, megcsinálom. Várj, majd később elintézzük. Most le kell vinnem a szemetet. Majd megyek én, apa. Megyek én. Emir. Haver, zuhanyozz le! Nézd már magadra az Istenért!
Emir! Hogy mehettem be a lakásba? Hogy lehettem ilyen felelőtlen? Most Feriának. Tönkretettem mindent! Ha még egyszer meglátlak a húgom közelében, az iskolában, a házban, az utcán, neked véged van. Megértetted? Megértetted? És ha valami baj történt vele? Esküszöm, nagyon megijedtem, hogy Mehmet elmondja apukádnak. Hogy jutott be? Látta, hogy mi történt? Mindent látott. Mindent. Olyan kiszolgáltatottnak éreztem magam. Ki akartam hozni abból a lakásból. Miért? Megbocsátottál neki? Vagy nem bírtad nézni, hogy egy ilyen helyen lakik? Olyan furcsa volt itt látni őt. Ahogy az arcomba vágta az ajtót, olyan komornak és idegennek éreztem. Abban a lakásban, abban a szobában. Mintha nem is mi lettünk volna. Feria életében csak egy idegen voltam. Pedig ő az életem része volt. Tudod, mit láttam? Azt, hogy egyszerűen nem működik. De akkor is vele akarok lenni. Mégis mit akarsz? Elfelejteni a hazugságokat. Emir nem csak a régi bútorokat és a koszos falakat látta, hanem a félelmemet. És a kétségbeesésemet is. Sosem fogja elfelejteni a látványt.
Az ott nem Iker? Anya, nyugi! Szia, Iker! Micsoda véletlen! Igen az. Hogy vagy, Iker? Jó, köszönöm, és ön? Köszönöm én is. Ő az édesapám. Apa, gondolom, emlékszel le rá. Hogyne, már találkoztunk a kisasszonnyal. Jó napot, Adnan Ginc vagyok. Nagyon örvendek. Maga ismert ügyvéd, hallotta már a nevét. Szóval ön Iker apukája. Maga pedig Tülina Tavej. Így van. A volt feleségem nagy rajongója volt a kollekcióinak. Tényleg, milyen kedves. Anya, menjünk már. Viszlát. Szép napot. Viszlát. Uff, anya. Tudtam, hogy valami jó fog kisülni ebből a sétából. Kora is itt van. Hamarosan kijönnek. Biztos egy kocsival mennek. Jalsu, mit csinálsz? Menj csak előre, Sanem, én Emirrel megyek. Ez nevetséges. Itt fogsz várni, amíg ki nem jön a házból. Akkor neves és menj el! A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Jó reggelt! Seher, Emir tegnap verekedett. Hallottál valamit? Igen, sőt, a saját szememmel láttam. Mert rajta kapta Feriával a lakásunkban. Mi? Mi van? Indulj! Beviszel az iskolába? Mi vagy te az apám? Ha még egyszer feleshez, nem engedlek el az iskolába. Ne bámuld! Ne bámuld! Mondom, ne bámuld! És mi ütött beléd? Mi történt a bátyámmal, akivel tegnap még együtt sírtunk, miközben anya levelét olvastuk? Szépen kértelek, Feria. Megkérdeztem, hogy követ-e a fiú, vagy hogy zaklat-e. És nemet mondta. Most pedig behozod őt a lakásunkba. Szerencsét, hogy ismerlek és megbízom benned. Azt hiszi, mindent megvehet a pénzével, te meg félsz bármit is mondani. Ennek ehhez semmi köze. Istenem, Istenem! Kezdek belefáradni ebbe a sok hajolgatásba! Mindent nekem kell csinálni! De hát a menyünk ugyebár új ruhatárat vásárolt magának, és itt hagyott minket vele! Teletömtem már minden fiókot, meg az ágyat is. Várjunk csak! Volt itt még egy kosár valahol. Feria bátya elég furán nézett rád, nem? Nem figyeltem. Néha elgondolkodom azon, hogy vajon az egész családot beavatta a terveibe. Úgy értem, különben biztos félreértették volna, miért költöztél oda a házba. Miért beszélsz Feriáról? Tegnap verekedtél Mehmettel, és elhallgattad az anyukád elől, csak hogy Feriát véd, nem igaz? Nem akarok Feriáról beszélni. Oké. De kérlek, ne engedd, hogy az a lány még egyszer behálózzon. Kérlek, végre hagyjuk ezt a témát. Hallani sem akarok Feriáról. Égni! Most aztán megkapott-e terhes liba? Azt mondja, tele vannak a szekrények. Lássuk, ezután is tele lesz, miután átrendezem. Te jó ég... Jól van! De nehéz volt!
Szenem asszony, kérte, hogy írjam össze a hétvégi vacsora vendéglistáját. A menüt is úgy állítottuk össze, hogy kérte. Oké, köszönöm. Szép napot! Szenem asszony az irodában van? A folyosó végén van. Köszönöm. Szenem asszony. Fel akartam hívni, megköszönni. Maga a tegnapi este hőse. Sok pozitív visszajelzést kaptam. Hála önnek, a hotel csúcsformában van. Remek. Szóval átmentünk a teszten. Akkor ideje ünnepelni. A megünnepeletlen siker nem igazi siker, jól mondom? Ezt vegyem ajánlatnak? Mindenképp. Akkor legjobb lesz, ha mi hamarabb szólunk a fiataloknak. Nehogy jobb programot találjanak. Ami azt illeti, az ajánlat csak önnek szól. Valóban? Annyira dicsérte őket, hogy azt hittem, ők is jönnének. Mármint, hogy beszélhessünk velük a jövőbeli tervekről. Legyen elég nekik a dicséret. Nekünk meg az ünneplés. Remekül hangzik. Akkor mikor legyen? Ha egy ízletesebb ebédről van szó. Sosem szeretem halogatni. Mit szól a holnaphoz? Miért nem jöttél suliba? Rosszul érzem magam. Antibiotikum, injekciók. Alig tudtam felkelni. Nehéz anya levese nélkül. Anya levese. Te is a koliban laksz? Nem. A családommal élek, csak anya és az öcsém hazaköltöztek a falu. Hiányoznak. Egy anya hiánya semmihez sem fogható. Igen. Miért érzem úgy, hogy már nem az anyukádról, hanem Emirről beszélünk? Hogy jön ide Emir? Semmit sem tudsz rólunk, hogy kérdezhetsz ilyesmit? Jesszus. Sajnálom. Az én hibám volt. Nem tudom, hogy tehettem ilyesmit. Nagyon fáj. Hiba volt, átment. És te... Nem, én jól vagyok. Most be kell mennem a menedzsment klubba. Ilyenkor még üres. Talán beszélhetnék. De jó, köszönöm. Egészségedre. Rejszel üzeni, hogy köszöni. Azt mondta, vége a benzin problémának. Igen, örülni fognak. Nehvet. Már lejárt a határidő. De még mindig nem fizettük ki az adósságunkat. Most... Szeher főbérlőjét kell lerendeznem. Már kéri a pénzét. Az anyád hagyott itt egy kis pénzt, mielőtt elment, de... Szégyelném azt használni. Semmi baj. Még nincs hónap vége. Talán sikerül megszereznünk azt a pénzt. Na de hagylak dolgozni, fiam. Szervusz. Szia. Jó reggelt, Emir úr! Lenne egy fontos ügy, ha ráérne. Most akartam hívni. Felszámoljuk az adósságot. Az apámnak nem kell tudnia róla, de még ma kifizetem a maradékot a saját számlámról. Ezért akartam hívni. Nem kell kifizetnie. Mert valaki már kifizette. Ezt hogy érti? Tegnap kifizették, uram. Ki? Kifizette ki?
Készpénzben kifizették. Nem tudok róla semmit. De kérlek, hívd vissza, amint bekapcsolod a telefont. Nem tudod, hol van Hande? Én is kerestem, de ki van kapcsolva, nem tudom elérni. És ha valami baj érte? Csak nem. Nem mondtam, hogy leülhetsz. Nem is kértem engedélyt. Mit akarsz? A projektről van szó? Az Feriára és magára tartozik. Nem érdekel. Azért jöttem, hogy gratuláljak. Mihez? Az adóssághoz. Ügyes. Miről beszélsz? Kapitány, elég lesz. Kerülj már! Faszolj, csinálj már valamit! Jó napot, Ayson asszony! Hello, Jansu, drágám! Gondoltam, aggódik Emirért, szóval felhívtam, hogy beszámoljak a fejleményekről. Történt valami? Megtudtam, hogy kivel verekedett össze Emir. Biztos forrásból tudom, és meg akartam osztani magával. Emir Feria bátyjával verekedett. Emir, olyan nehezemre esik beszélni veled. Nagyon nehéz volt elmondanom az igazat. Féltem, hogy nézel rám, vagy mit mondanál. Most mi a baj? Mit művelsz, Feri? Hogy érted? Mondj valamit. Mit vársz, mit mondjak? Nem értelek. Nem azt mondtad, hogy beszélni szeretnél? Majd a kapitány elmondja a többit. Mi? Levent úr! Azt hiszi, én fizettem ki az adósságodat. Mi? Nem értem. Ki van fizetve? Igen, de nem én voltam. Mégis hogy csinálod? Jansu, menj az utamból, nem akarok veszekedni. Bernard, nem akarsz mondani valamit? Emilt rajta kapták a lakásotokban. A pasit közös projekttel víz meg az exeddel. Talán megbabonáztad őket. Mondom, menj az utamból! Elnézést. Gyerünk már, gyerünk már! Ah, na végre, Hatice. Ó... Oh. Elnézést kérek. Segíthetek? Zera asszony itt van? Ó, Zera nincs itt. Hazament a faluba.
Magába vitte Ömert is, most ott laknak. Komolyan? Oké, köszönöm. Elnézést, miért keresi Zera asszonyt? Ki maga? Seher vagyok, Zera menye, Mehmet felesége. Mehmet felesége? Mondja meg a férjének, hogy hagyja békén a fiamat. Maga Emir anyja, nem igaz? Megértette, Seher asszony? Igen, igen, nyugodjon meg. Már amúgy is az ön oldalán állok. Pontosan tudom, hogy mit tett a drága Feriánk a fiával. Megígérem, távol tartom a férjemet Emirtől. Bízhat bennem, asszonyom. Sőt, hadd adjam meg a telefonszámomat. Ha érdeklik a részletek, nyugodtan fel is hívhat. Állok rendelkezésére. Dehogy hívom. A maga családjában senki sem tudja, hol a határ. Legyen, ahogy akarja. Aj, Hajar. Emir! 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 Emir, az adósság. Igen, Feria. Az adósság. Nem fizethették ki. Lehetetlen. Mit csinálsz, Feria? Most beszélgetünk. Lök ki a kocsiból, ha akarsz. Vegyél erőt magadon, és hallgass meg! Minek? Úgyis megint csak magadat védenéd. Most már azért is hibás vagyok, mert beszélni akarok. Az adósság, az anyád, a bátyád. De kettőnkről valamiért sosem beszélünk. Emir, bezártam magunkat, hogy beszélgessünk. Pont ezt mondom. Az sem rólunk szólt. Csak kiderült, hogy az anyád nálam takarít. Hozzám se szólsz, ha nincs valaki, akit meg akarsz védeni tőle. A családomról beszélsz. Mindegy. Tudom, hogy csak azért mondod, hogy felhúz. De akkor sem szállok ki addig, amíg nem beszéltünk. Koray, te sem láttad Handét? Nem láttam. Napok óta hívogatom, de ki van kapcsolva? Megadnád a címét, hogy megpróbáljam személyesen? Miért kell neked ennyire, Hande? Szükségem van rá. Szükséged van rá? Igen, mostanában közel kerültünk egymáshoz. Jansu, nézd, jól ismerlek. Nehéz időszakon mész keresztül, de el kéne engedned. És magaddal foglalkoznod. Hova mész? Nem tudom. Kirakjalak valahol. Lassítanál, kérlek. Nem unod még ezt? Mit akarsz? Mit csináljak, Emir? Nem döntheted el, hogy igenis ő fizette ki a tartozást, és hagyhatsz ott. Mit akarsz, Feria? Ki mondta, hogy ki lett fizetve? A könyvelő. Na és azt is tudja, hogy ki fizette ki, és mikor? Az biztos, hogy nem mi voltunk. Hallottad, mit mondott tegnap apa? Miért csinálod ezt? Ki fizette az adósságot? Miért hazudsz még mindig? Miről beszélsz? Nem fizette ki az adósságot, megőrülök! Te őrülsz meg? Akkor én mit csináljak? Bármikor meg akarom oldani a dolgokat, te előállsz valami újjal. Ez nem igaz, Emir! Kell lennie valami magyarázatnak. Tudja a könyvelő, hogy ki fizette, és mikor? Mikor mondta ezt neked? Tudod, mikor mondta? Amikor azt mondtam neki, hogy kifizetem a rohadt tartozást. A tényleg fogalmat sincs róla.
akkor tudod, kinél keresd a választ. Gyere, menjünk. Vezess óvatosan. Ne aggódj, nem vendégségbe jöttem. Valójában be sem akarok menni. Csak felugrottam, fél óra múlva találkozom van. Hűha, biztos nagyon fontos lehet, ha hozzám jöttél tanácsért. Nagyon vicces. Nem kérnék tanácsot a fiamtól, aki itt maradt ebben a házban, azok után is, hogy egy évig hülyítették. Mit akarsz, apa? Nézd magadra. Tudni akarom, hogy miért. Miért van az, hogy amióta megismerted azt a lányt, nem vagy önmagad, hanem úgy viselkedsz, mint egy idióta? Simán balhét csináltál volna a nyitó ünnepségen. És látom ám rajtad, hogy most is éppen készülsz valamire. Jó estét. Jó estét. Nincs szemét. Köszönöm. Sajnálod őt? Nem hiszek a szememnek. Majdnem ő lett az apósod, igaz? Menj, csókold meg a kezét és segíts szemetet gyűjteni. Jó móka lesz. Most, hogy a nő kifizette az adósságot, már nincs okod itt maradni. Várj egy percet. A nő? Igen. Mi is volt a neve? Valami Sophie Hassan. Családi barát. Ennek a fura gondnok családnak valamiért végtelen mennyiségű befolyásos barátja van. Na mindegy, legyél jó. Egyetek csak. Mehmet, megkérdezem Vejszelt, hogy tud-e kölcsön adni. Te pedig megkérdezhetnéd, hogy kaphatsz-e egy kis előleget a műhelyben. Mire, apa? Talán a kettőből együtt ki tudjuk fizetni az adósságot. Meg kellene próbálni. Apus, mondtak valamit fentről? Nem, drágám. A hangjából nem ez hallatszik. Apa, mondd el az igazat. Történt valami? Itt járt. A tízesben lakó fiú apja. Ajtót nyitottak, és ő bámult rám. Mintha azt mondta volna, hogy lejárt a határidő, hol a pénzem. És igaza van.
kívánsz, Feria, megégeted a kezed. Add ide. Gyere. Tegyük gyorsan hideg víz alá. Nyugi, semmi baj. Jó estét. Jó estét. Halló. Megérkezett a vendége, asszonyom. Nagyon köszönöm. Mondja meg neki, hogy várjon az étteremben, nem sokára lemegyek. Megmondom neki. Nevbahár asszony azt mondta, várja meg az étteremben. Köszönöm. Minden időmet, amit nem a gyerekekkel töltök, a hotelnek szentelem. De tudja, még ilyen sok munkával is azt érzem, hogy nem vagyok elég jó. Biztos nagyon nehéz lehet, hogy ekkora teher nehezedik magára. Nagyon nehéz. Haldun mindig távol tartott az üzlettől. Még ha sokszor érdekelték is az ötleteim, hatalmas különbség van a között, hogy kívülről nézem, és hogy benne vagyok. Ezért olyan értékes nekem ez a társulás magával. Tudom, hogy önben 100%-ig megbízhatok. Ez így van. Akkor ígyunk a barátságunkra. A barátságunkra. És itt jön egy másik barátunk. Kétszer a tárgyaláson bejelentette, hogy kirúgja Abdult. Nem mondott komolyan. Később. Szerintem az anyjával van találkozója. Most, hogy a barátja közös projekten dolgozik Emirrel az iskolában, talán megtörik köztük a jég. Laudon Andrea, Mayer Marcel, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg, Hegyi Krisztina. Hangmérnök, Kelemen Tamás. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető, Kovács Anita. Anlasana, yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada, çocuk yanım ile sarıp sarmana, kilidini san uzaklara bulunmasın bir daha, esaretin böylesi makbul, anlasana, yüreğinin ücra köşesine al beni, sakla beni orada, çocuk yanım ile sarıp.